Köszöntöm nézőinket! Önök a Moson-Magyaróvári Városi Televízió híradóját látják 2013. december 3-án, kedden 19 órakor. Híreink először röviden. Drogprevenció. Kerekasztal beszélgetést tartottak. Rajzos papírmetszetek. 180 óra rajzolás gyümölcse. Díjkiosztó. Évet értékelt az MBSE. Drogprevenciós műhely megbeszélést tartott az Egészségfejlesztési Iroda a Moson-Magyaróvári Drogpont közreműködésével. A kerekasztal beszélgetésen a programban résztvevők tájékoztatták a tervekről a szociális szférában, az egészségügyben dolgozókat és az iskolák képviselőit. Az iroda drogellenes akciói közül ez volt az első megmozdulás, amelyet számos további rendezvény követ majd. Kerekasztal beszélgetést tartott a Karolina Kórházban működő egészségfejlesztési iroda a Moson-Magyaróvári Drogponttal közösen. A találkozón olyan szakemberek vettek részt, akik nap mint nap szembesülnek a kábítószerfüggőség problémakörével. Például a sürgősségi osztályon dolgozó kollégákkal, akiket szeretnénk hogyha leülnénk egymással és beszélnénk, mint szociális intézmény és egészségügyi intézmény, mert ők is egyre gyakrabban találkozhatnak ilyen problémával, viszont a designer drogok terjedése egy újabb olyan gondot indított el, hogy maguk a szakemberek sem tudhatják, hogy az a designer drog éppen micsoda. A beszélgetésen a nehézségeket és a tapasztalatokat is megosztották egymással, valamint a jövőbeni közös segítségterveit is átbeszélhették. A kapcsolataink is épülhetnek ezáltal, nyugodtan felhívhatnak, megkérdezhetik, hogy az az újszer, amivel találkoznak a kórházban, az éppen milyen csoportba tartozik, milyen hatása van a fiatalok szervezetére. A Moson-Magyaróváron működő drogpontnak ez volt az első programja, az egészségfejlesztési programok megvalósítása a Moson-Magyaróvári kistérségben nevű pályázat keretén belül. A következő egy évben, a továbbiakban lesznek különböző rendezvényeink, amik konkrétan foglalkoznak például a dohányzással, az alkohol problémákkal, tehát ők bizonyos témákra kiélezve fogunk különböző programokat megszervezni, és majd egy év múlva lesz egy újabb ilyen műhely megbeszélésünk. Azon az egész napos rendezvényen az addigi tapasztalatokat és eredményeket vizsgálják meg a programban résztvevők, amelyek alapján újabb célokat tűzhetnek ki maguk elé a hatékony és sikeres együttműködéshez. Rajzos papírmetszetek címmel nyitott kiállítást Kis Andrea művész a Fehérló Közösségi Házban. A különleges technikával elkészített alkotások darabonként körülbelül 180 órányi munkát igényelnek. A kiállítás jövő év január elejéig látogatható. Egy régiségkereskedő ismerősénél találkozott először barokk szentképekkel Kis Andrea, amely mára előképei a munkájának. Körülbelül 15 évvel ezelőtt kezdett el érdeklődni a grafikus papírmetszetek iránt. Ezek az árdamunkák, amik az előképet adták, eleve ezek vonalasak. Tehát eleve grafikus a megoldásuk, legalábbis a háttérnek. A festmények, amiket díszítettek, vagy az festmény, tehát ez igazából a két műfaj ötvözése. Tehát én nem fest, illetve van festményem is, mert a levél az festmény, egy akvarell, és annak a háttere ugye az a grafika. A kiállítást Matusz Péter Pál nyitotta meg. Egy kiállítás, amikor valamilyen produktumunkat bemutatjuk, amikor lezárunk, vagy összegzünk, erre majd te tudsz válaszolni, hogy most milyen szakaszában áll ez a helyzet, valamilyen folyamatot, mindig egyfajta emelkedettséget is hordoz. Ezt az emelkedettséget élheti meg az alkotó, és részese lehet a közönség is. Valamennyire a hétköznapok egyformaságából is kiemel ez az alkalom. Ezek mind kézi munkák, számítógépet egyáltalán nem használ hozzájuk az alkotó. A grafikus papírmetszés különleges technika és precíz időigényes munka. Egy képpel körülbelül 180 órát dolgozik a művész. A grafikák háttere ez egy metszett alap. Igazából egyszerre készül a papírmetszet is és a rajz is. Először megtervezem részletesen, hogy mit fog ábrázolni a kép, mi lesz a képen, és utána elkezdem a minta kivágását, illetve folyamatos rajzolását. A technikából adódóan nem lehet úgy létrehozni ezt a képet, hogy megcsinálom a grafikát, és utána a hátteret, mert nagyon sérülékeny ez a technikából
ez a technika. Kis Andrea jellemzően barokk motívumokat és természeti elemeket ábrázol képein, az alkotót lelkileg kiegyensúlyozottá teszi a papírmetszés. Én osztom a kínaiak nézetét, az ókori kínaiakét, ők azt mondták, hogy minden nap 2 órát kell az embernek elfoglalni az elmét rajzolással, vagy valamilyen alkotó tevékenységgel. Hát ők elsősorban rajzolásra és a festésre gondoltak, mert ez egy olyan meditatív állapot, ami az embernek teljesen megnyugtatja az elméjét. Az alkotások megtekinthetők a Fehérló Közösségi Házban egészen 2014. január első hetéig. Számos díjat vehettek át idén is városunk evezősei a szokásos évértékelő vacsorán. A Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület elnöke büszkén értékelte a 2013-as évet. Több kiemelkedő eredményről is beszámolhatnak a sportolók mindhárom szakosztályban. Több díjat is kiosztottak a hétvégén a Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület szokásos évzáró vacsoráján. Az elnök nagy örömmel értékelte az Egyesület 2013-as versenyen kívüli tevékenységeit is. Rengeteg programot szerveztünk a városba, mint a Valutavezi Fesztivált, mint az Evező Sóvárkupát, számos rendezvényt csináltunk iskolákba, ergométeres versenyeket. Én úgy gondolom, hogy nagyon jó dolgok történtek itt velünk ebben az évben. Szép eredményekkel zárta az idei évet az Egyesület mindhárom szakosztálya. Az Evező szakosztály is szinte minden formában tudott javulni, mint a válogatottak tekintetében, mint a magyar bajnoki érmek tekintetében, illetve mint az összes versenyen elért eredmények tekintetében is. Hajakenusaink is nagyon jól szerepeltek, minél több vettek most már részt magyar bajnokságon, illetve a diákolimpián. Ők is stabilan tudnak most már működni, és tényleg most már 30-35 fővel tudnak üzemelni. A sárkányhajósok is valamennyi versenyen érmes helyezést értek el. Kadler Gusztáv alelnök mosonmagyaróvári származása miatt nagy szeretettel tér vissza városunkba. Úgy gondolja, az MVSS sportolóinak minden adva van ahhoz, hogy eredményes versenyzőkké váljanak, hiszen itt élnek és edzenek Szigetköz szívében. Látom azt a munkát, amit évek óta nagyon komolyan tervszerűen végeznek ebben az egyesületben, úgy az evezős, mint a kajakkenu szakosztályában. Egy fiatalabb szakosztály a kajakkenu, de az látszik, hogy nagyon komolyan foglalkoznak vele, a létszámaik folyamatosan nőnek, és a magyar bajnoki pontversenyben is egyre előbb helyeken szerepelnek a versenyzők. Mosonmagyaróvár város önkormányzata fontos feladatának érzi a vízisport támogatását. Ezen belül a Vízisport Egyesületet, ami ugye immár 20 éves. Én azt gondolom, hogy a város ifjúságának és utánpótlás nevelésének és az ifjúságra, vagy a egészségre neveléshez rendkívül fontos a sport támogatása. A Vízisport Egyesület igyekszik az ideihez hasonlóan remek eredményeket elérni 2014-ben is, és a jól bevált rendezvényeket továbbra is megszervezni. A 2014-2020 közötti időszakban pedig egy új csónakházat is szeretnének építetni, hogy még jobb körülményeket tudjanak teremteni a vízi turisztikában. Kedves nézőink, ez volt a híradó itt a Mosonmagyaróvári Városi Televízióban. A ma esti hírháttér vendége Barna Attila, az Országos Fordító és Fordítás Hitelesítő Iroda területi igazgatója. Utána pedig a heti hírösszefoglalónk ismétlését a napról napra láthatják. Friss híradóval legközelebb december 4-én, szerdán 19 órakor jelentkezünk. Köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!